fejezetéből olvasom el ezt a történetet. Tehát János evangélium a 12. része, és a 12. verstől olvasom a 19-ig. Tehát még egyszer akkor, hogy mindenki tudja. Keresse János evangélium a 12. rész, 12. verstől a 19. versig, így hangzik az Isten igéje. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokasság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat szedett, kiment elébe, és így kiáltozott: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Jézus pedig talált egy szamarat, és felült rá, amint megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme a te királyod jön szamár csikón ülve. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. A sokaság azért, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sílból, és feltámasztotta a halálból, bizonyságot tett mellette. Azért is ment elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodajelet tette. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek: Látjátok, hogy semmit sem értetek el? Íme a világ őt követi. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet, kérünk téged, hogy tedd számunkra világossá és érthetővé, és kérünk, hogy eredményezzen változást az életünkben, a felőled való gondolkodásunkban, a te dicsőségedre. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát virágvasárnap van. Mondjuk még egyszer. Egyébként gondban voltam, mert apósom mondta, hogy majd ma vasárnap én prédikáljak. Aztán Sárinak mondtam, hogy hát miről kéne beszélni, és akkor ő mondta, hogy hát virágvasárnap lesz. Hát mondom, milyen igaz. Aztán úgy gondoltam, hogy én is olyan módon gondolkodom, mint ahogy az Úr Jézus mondta a tanítványainak, amikor kérdezték, hogy mikor állított helyre a királyságot, és akkor azt mondta, hogy nem a ti dolgotok az időkről és az alkalmakról tudakozni. Úgyhogy én ezeket a egyházi naptári dolgokat nem nagyon tudom megjegyezni, de azért ebből a témából készültem. Tehát a felolvasott ige János evangéliumából és maga János evangéliumának a szerkezete, szerkesztése eltérő a másik három evangéliumtól, akiket ugye szinoptikusoknak hívnak, ami azt jelenti, hogy együtt látók. Hát sok hasonlóság, átfedés van a másik háromban, de János evangélium az valamiért különbözik a többitől. Aztán megfogalmazták nálam okosok, hogy ez miért van így. És azt találjuk egyébként, hogyha ez alapján, a gondolat alapján végig lapozzuk a János evangéliumát, hogy valóban a fő hangsúly Jánosnál a zsidó ünnepekre való koncentrálás, az az egyik ilyen jellegzetessége, illetve bizonyos magánbeszélgetések, gondoljunk Nikodémusra, ugye ez egy híres beszélgetés az evangéliumból. A másik pedig a különböző egyik személyes kapcsolatokon keresztül leírt események, ugye Lázár, Márta, Mária és még egyéb vonatkozásban is, egyéb személyekkel kapcsolatban is. És azt találjuk, hogy ezek közé, a fő gondolatok közé vannak el rejtve, vagy behelyezve, beszerkesztve Jézusnak a tanítói beszédei. Annyit el szeretnék mondani, hogy mi volt a bevonulásnak a történeti háttere. Ami meg is van említve itt a felolvasott szövegben, és ami az elkövetkezendő ünnep előtt nagy horderővel bírt, az Lázárnak a feltámasztása. A következő ilyen, ami ezután következett, az Jézusnak a megkenetése.
Az kiderül a felolvasott szövegből mindannyiunk számára, hogy ma így mondanák ezt, hogy Lázár feltámasztásának története az akkori vallási vezető körébe, hát kiverte a biztosítékot, ugye ezt mondhatjuk így. Megemlíti az írás az előző szakaszban, hogy el is tervezték, hogy mind Lázárt, mind Jézust megölik. Nagyon érdekes az a viszonyulás, hogy ahelyett, hogy megvizsgálták volna, hogy miért is történnek ezek az események, ezek az egyedülálló jelenségek, jelenések Izrael népének az életében, ehelyett a gyilkosságot tervezik. Nyilván motiválta őket az is, hogy Jézusnak a személye, a bölcsessége, a beszédei, egyáltalán a cselekvése, a csodák, amik történtek általa, és egyfelől a hitelessége, ma lehet, hogy úgy mondanák ilyen média szakértők, hogy a sikeressége, az nagyon irritálta a vallási vezetőket, bizonyára sokakban kelthetett féltékenységet vagy irítséget az ő személyének az ismertsége. És azt olvastuk, hogy ugye következett az ünnep, és erre gyülekeztek össze Izrael fiai, ez az ünnep a Pészák volt. Szoktuk azt mondani, hogy a zsidó húsvét, de ez szerintem egy elég botor megfogalmazás. Tehát következett az ünnep. A Pészák azt jelenti, hogy ugrás vagy kikerülés. Ennek a történetnek, ennek az ünnepnek a jelentőségét ezt a kivonulás előtti utolsó csapásnál rendeli el Isten. Mózes második könyvében olvashatunk erről, ugye ismerős a történet, hogy az utolsó éjszakán le kellett törni egy bárányt, a vérével meghinteni az ajtófeleket, és ez volt a jel az öldöklő angyal számára, aki végigvonult egész Egyiptom földjén, hogy ezeket a házakat át kell ugrani, vagy ki kell kerülni, és ez jelentette a megmenekülést. Úgy tűnik, hogy ez a Lázár történet, visszakanyarodva az előzményekre, ez azért erről való híradás megelőzte Jézusnak a bevonulását, sőt azt olvassuk, hogy akik ott ünnepeltek vele együtt, ott voltak a tömegben, azok az emberek bizonyságot tettek, azok az emberek szemtanúi voltak ennek az eseménynek, és ez egy olyan nagy horderejű bizonyíték volt, ami egyértelművé tette a nyitott szívvel mesiást várók számára, hogy a kérdés megválaszolásra került, Jézus a mesiás. Fontos kérdésekben mindig szükség van bizonyítékra. És eszembe jutott az a történet, hogy Bemerítő János, amikor már börtönben van, akkor üzen a tanítványaival, Jézushoz küldet, és azt kérdezi tőle, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus azzal a prófétai szöveggel válaszol, azt az üzenetet küldi Jánosnak, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És úgy tűnik, hogy János számára ez elég bizonyíték volt. És nagyon érdekes, hogy ilyenek vagyunk. Visszagondoltam arra, hogy hát János aztán, ha valaki ismerhette Jézust, akkor ő minden bizonnyal. Nyert bizonyítékokat akkor, amikor bemerítette őt, hogy beteljesedjek az írás, hogy a bűnösök közé számlálták, holott Jézus nem volt bűnös. Emlékeztek a történetre. A Szent Szellem megjelenik ott galamb formájában, és egy szózat hangzik a mennyből, amely így hangzik, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Mégis Jánosnak kellett még egy megerősítés. Tovább gondolkodva,
így a mai médiát, újságokat, internetet figyelő emberek fejével, akkor ilyeneket hallhattunk volna Jézussal kapcsolatban, vagy ilyen szalagcímek jelenhettek volna meg, hogy feltámadás, gyógyulás, örömhír, ugye? Micsoda óriási érdeklődést kelhetnének fel ezek a szavak egy bizonyos felületen. Tehát tagadhatatlan valóság Lázár feltámadása, vagy feltámasztása után az, hogy Jézusnak van hatalma halál felett. Óriási üzenet volt ez a történet. És azt látjuk, hogy ennek a híre, ennek a valósága nagy tömegeket vonzott akkor Jeruzsálemben. És ezek az emberek annyira föl voltak indulva lelkileg, annyira örültek ezeknek az eseményeknek, hogy elkezdtek kiáltozni, és azt, ahogy előbb mondtuk, ugye, hozsánnáztak, érdekes szófordulattá vált ez a hozsánnázott tömeg, ugye, szokták mondani. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy ments meg most, vagy segíts rajtam most. És azon tűnődtem, hogy amikor ezt kiáltotta a tömeg, vajon milyen gondolatok fogalmazottak meg a szíveknek a bensejében? Vajon mit gondolhatott a tömeg? Hogy lehet, hogy van akinek a fejében az fogalmazódott meg, hogy hát itt van egy messiás. Lehet, hogy ő csak politikai értelemben gondolt, hogy jó lesz az, amikor helyre fog állni az ország, ugyanúgy, ahogy az apostolok gondolkodtak, hogy vége lesz itt a római elnyomásnak. Vagy esetleg folytatunk egy újabb háborút, egy újabb szabadságharcot, bár ezt most már félve mondom ki ezt a szót. De szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy ez a bevonuló király, akinek van hatalma a halál felett, az nem valami díszes harci paripán ejti meg a bevonulást. Nem követi díszes kíséret, hanem talán többségében szegények, egyszerű emberek, azok, akik bűnökkel terheltek voltak, azok, akik tanúi voltak Jézus csodáinak, ők terítették le a ruháikat az útra, és ők lengettek pálmaágakkal. És az esemény mind arra utalt, hogy Jézus betöltötte a prófétai égéket. Azok a felkiáltások, azok a szavak, mondatok, amik ekkor elhangzottak az evangélium tanúsága szerint, amiket kiált ez a tömeg, vagy kiáltott ez a tömeg, azok mind megvannak írva. 118. Zsoltár 26. versé, vagy Zakariás proféta könyvének a 9. fejezetében, 9. versben szóról szóra ezek a mondatok vannak leírva. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos bennük. Nem tudom, hogy mennyire volt hangsúlyos az imént említett Jézus felől való gondolkodás, hogy egyáltalán fölmerült ennek a szellemi tartalma, ennek az eseménynek a kiemelkedő jelentősége, hogy Jézus a békesség királya. Azt mondja ott a prófétai szöveg, hogy ez a király, amelynek a bevonulásakor Sion leányának, azaz Izraelnek örvendeznie kell, ilyen tulajdonságokkal bír, hogy igaz, szabadító és alázatos. Gondolkodtam rajta, hogy vajon a mai vezetőink, így világviszonylatban, akik sokszor kiáltanak ki messiásoknak, meg nagy személyeknek, hát azt gondolom, hogy pont az ellenkezőjét szokták bemutatni magukról.
Mindegyikről kiderül, hogy hazudik. Aztán olyan törvényeket hoznak a vezetőink, amelyek vagy megnyomorítják az országot, vagy egyáltalán lehetetlen teljesíteni őket. Önteltek, erőszakosak, megrészegülnek a hatalomtól. Hát ha van kivétel, akkor elnézést kérek tőle, de azt hiszem, hogy nem létezik. Egyedül az Isten által kiválasztott szabadító rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Tehát ő a békességnek a királya. Ő az eljövendő, ő az igazi messiás. És előre gondolva a történetben a majdan bekövetkező ünnepre, Jézus nem azért vonul be Jeruzsálembe, hogy valami nagy csínadrattával átvegye a hatalmat, és fölállítsa az ő kormányát, hogy ezzel a képzavarral éljek, hanem azért vonul be, és azért megy fel a Pészák ünnepére, hogy magát megalázva áldozattá váljon. Óriási különbség. És szeretnék visszautalni újra, és beleilleszteni ebbe a gondolatkörbe Bemerítő Jánosnak a Szent Szellem által megfogalmazott, kimondott igéjét, azt, hogy ő az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézusnak ez volt a célja, hogy a bűnbocsánatnak az útját, a bűnbocsánatnak a lehetőségét megvalósítsa, betöltse az Atyának az akaratát. Ez történt meg körülbelül 2000 évvel ezelőtt. Tudjuk egyéb iratokból, leírásokból, hogy az Úr Jézus születése előtt már rendkívüli nagy várakozás volt Izraelben. És nagyon felfokozott volt ez a várakozás. Az emberek nagyon vágyódtak arra, nem csak az elnyomás miatt, hanem türelmetlenek voltak, hogy mikor jön már az Isten messiása. Mikor változik meg ennek a világnak a helyzete? És ez a várakozás, amit úgy neveznek, hogy intertestamentális kor, ugye az Ószövetség lezárása és az Új Szövetség első eseménye között, Jézus eseménye között eltelik 400 esztendő. Úgy próbáltam ezt megérteni, hogy olyan volt ez a 400 év, mint egy öngerjesztő folyamat, amely akkor jutott el a csúcspontjára, a tetőpontjára, amikor Jézus belépett ebbe a világba, és emberi testet öltött. És azt is kell lássuk, hogy Izrael fiai között ez a fajta várakozás, nem tudom mennyire felfokozott, vagy mennyire rutinszerű már, de még a mai napig tart. És óriási feszültséget generál kereszténvilág és a zsidóság között, még akkor is, hogyha erről nem nagyon beszélünk, vagy nincs kitárgyalva igazán, hogy eljött már, vagy mást kell várni. Hogy van ez a kérdés? Akkor ezen a bevonuláson meggyőződésem, hogy sokan nem értették Jézusnak a célját. Mint említettem már, sokan voltak féltékenyek, irigyek. Úgy gondoltak erről az egésztől, hogy mintha nem akarnának tudomást venni arról, hogy mi történik az országban. Nem akarták elfogadni, nem akarták figyelembe venni a bizonyítékokat. De szeretném hirdetni, hogy el fog jönni az az idő. Filippi levél tanúsága szerint, amikor minden térd meg fog hajolni Jézus Krisztus előtt.
a szabadító király előtt, és minden nyelvnek meg kell vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nem tudom, meddig kell várni. Nem tudom, meddig tart ez a második advent, amíg az örökkévaló eldönti, hogy eddig tartott a történetnek ezen része, és most következik a végjáték. De azt figyelembe kell vennünk, és a szemünk előtt kell tartani, hogy Jézus ennek a világnak a királya. És ő a teremtésnek az egyedüli oka és célja. Úgy fogalmazza meg az apostol, hogy ő a minden a mindenekben. Ez egy olyan olyan megfoghatatlanul mély és az emberi értelem számára feldolgozhatatlan, hogy ez mit is jelent. Hogy minden Jézusért jött létre. Minden a váltságért, a megváltóért történik. Jézus azt ígérte, hogy ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, akkor ő ott lesz közöttük. És azon tűnődtem tegnap éjjel, amikor gondolkodtam e felől, hogy vajon ma is itt bejönne közénk, és megláthatnánk. Hogy ez mit jelentene számunkra? Egyáltalán mit kiáltanánk felé? Lehet, hogy nagyon sokan hallelujáznánk, és hálát adnánk a megmentésért, a váltságért, és üdvözölnénk az ő megjelenését itt közöttünk. De úgy hiszem, hogy nagyon sok ember számára, ha nem is itt, de máshol a világban, aktuális kérés lenne az a felkiáltás, hogy ments meg most. És ennek a szónak, amit itt említettünk és kiáltottunk mi is, hogy Hozsánna a Dávid fiának, az annyit jelent, hogy ments meg most, Dávid fia. Úgy, ahogy a jerikói vak kiáltozott Jézus után, hogy Dávid fia, Jézus, könyörülj rajta. A 95. Zsoltárban olvassuk azokat a gyönyörű verseket, hogy gyertek el, hajtsunk térdet a mi Urunk alkotónk előtt, és aztán a következő versek végén pedig van egy nagyon fontos üzenet, ami így hangzik, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ez a megkeményedés volt nagyon sok embernek sok ember számára a bukás. Talán így lehet jobban megfogalmazni, hogy annyira megkeményedtek, hogy nem tudta őket semmilyen bizonyíték sem meghatni. Ma, ha az ő szavát halljátok. Érdekes ez a jelen idő. Mert a Jézust üdvözlő tömeg megfogalmazása is jelen időben hangzik. Ments meg most! Egy dolog felől ne legyen kétségünk, hogy egyszer vissza fog jönni a király. Nem tudjuk mikor. De az a célja, hogy visszautalva a 95. Zsoltára, hogy mindazok, akik az övéi, mindazok, akik engedelmes szívvel, a bizonyítékokat elfogadva, Jézus váltságát magukra értve kapcsolatba kerültek Jézussal, azok bemehessenek az örök nyugalomba. A többieknek ez nem fog megadatni. És úgy hiszem, hogy lesz majd egy második exodus,
Ezt leírja Pál apostol a tesszalonikai levélben, amikor Jézus megjelenik, hogy azok, akik hozzá tartoznak, azok kivonulnak ebből a földi szférából, és találkoznak a királlyal a levegő égbe. Ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy fog megtörténni. De ez bizonyos, hogy be fog következni, mert az Isten igéi megbízható. És vele együtt leszünk egy örökkévaló királyságban. Sokak számára Jézus személye egy komoly megütközést jelent. Gyakran hallok olyan kérdések, hogy hát miért ő? Miért az áldozat? Miért csak ez a lehetőség van? Különböző keleti filozófiákban hallhatunk ilyeneket, hogy hát sok út vezet föl a hegyre, a lényeg az, hogy fölérjünk. Ugye? De Jézus kijelenti egészen egyértelműen, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Úgyhogy szeretném, hogyha elgondolkodnánk ezen, hogy ha most valami időzavar következtében, egy szellemi esemény következtében egy újabb bevonulásnak lehetnénk a szemtanúi, akkor vajon mit kiáltanánk a bevonuló királynak? Mi lenne az a fontos viszonyulásunk, amit ki kell, hogy fejezzünk felé? Én azt gondolom, hogy nem kéne az akónkat most leteríteni, vagy a kardigánt, vagy a mit tudom én, milyen ruhadarabjainkat, de lehet, hogy most furcsán fog hangzani, de legalább ismerjük fel, hogy ő az. Hagyja meg az Úr, hogy legyen éber a szívünk és a gondolatunk ebben a várakozásban, ami nem tudjuk, hogy mennyi. Lehet, hogy az egész életünket fogja érinteni. De az bizonyos, hogy találkozni fogunk a királlyal. És az van a szívemben, és ezzel szeretném befejezni, hogy tudjunk áldást mondani rá, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Sőt, talán lehet ezt múlt időben is megfogalmazni, hogy áldott, aki az Úr nevében jött. Legyen ez a szívünk előtt, és imádkozzunk, jó? Úrunk, köszönjük neked azt, hogy a te második eljöveteled is bizonyosság. De köszönjük, hogy eljöttél először is, és köszönjük, hogy megaláztad magad. Köszönjük a te bevonulásodat, ami előre mutat egy teljesen más dimenzióba, egy más időségbe. De köszönjük, hogy vállaltad a váltságot. Köszönjük, hogy odaadtad magad a téged kínzóknak, és hordoztad mindannyiunk bűnének a terhét. Uram, kérünk téged, hogy áldj meg minket, hogy a te jelenlétedhez méltóan tudjunk élni, és megtapasztaljuk azt, hogy te közöttünk vagy. És magasztalunk téged azért, és hálát adunk neked azért, hogy megszólítható vagy. Köszönjük neked a te kegyelmedet, hogy kész vagy válaszolni. Köszönjük neked a te bizonyságaidat, hogy te gyógyítasz közöttünk. Hogy végzel szabadító munkát a Szent Szellem által közöttünk. És köszönjük, hogy te igaz vagy. Te vagy az egyetlen és az igazi megváltó. Te vagy a világ királya. Te vagy az egyedüli üdvözítő. Hálát adunk neked, Uram, és várunk téged vissza, hogy megjelenj közöttünk erővel, hatalommal a te dicsőségedre. Amen. Amen.
Énekelni fogunk most egy éneket. Tudjuk, hogy alakul ki ez.